Mi az Áll mozgalom a rezsiárak drasztikus emelkedése miatt védelmet, egyeztetést és érdemi intézkedéseket követel a szociális intézmények részére is, hiszen ebben a szektorban 100 000-en dolgoznak, az ellátottak száma pedig meghaladja az 1 milliót, így a kormányzati intézkedések miatt az egyik legnagyobb közszolgálati rendszer került veszélybe. A júliusban meghozott rendeletek következtében bajban vannak Magyarországon a szociális intézmények. Az idős otthonok, ápoló-gondozó lakóotthonok, a fogyatékos személyek gondozó otthonai, a tanyagondnoki rendszer, vagy éppen a gyermekjóléti intézmények kikerültek mind a rezsicsökkentett körből, mind pedig a hatósági áras üzemanyagot felhasználó köréből. Ennek következtében a szociális szolgáltatók rezsiköltségei átlag 5-6-szorosukra is emelkedhettek. A Fidesz a választási kampány során végig megvezette az embereket, a rezsicsökkentéssel kapcsolatban azt nyilatkozták, hogy megőrzik, miközben tisztában voltak vele, hogy a választások után ezt nem fogják fenntartani. A nyáron meghozott rezsi és benzinár rendelkezéseket a kormány a szociális szektorral sem egyeztette előre, így az intézményeket ez teljesen felkészületlenül és váratlanul érte. A Fidesz tehát nem a rezsin, hanem a döntés előkészítésen spórolt, nehogy a választások előtt kiderüljön az igazság. A kormány júniusban a rezsirendeletek bejelentése előtt 1 hónappal terjesztette a parlament elé a 2023-as évi költségvetés tervezetet. És az ellenzéki pártok 436 módosító javaslatából egyet sem szavazott meg, miközben a Fidesz megszavazott utólag olyan módosításokat, mint a Rogán Antal vezette titkosszolgálatoknak szánt további 30 milliárd forint, vagy a kormány saját kommunikációjára szánt további 26 milliárd forint. Mindeközben azonban a 2023-as költségvetésben nemigen található a szociális szféra kormányrendeletek miatti megemelkedő kiadásainak fedezete, sőt, az idei többletkiadásokra sincsen ilyen összeg elkülönítve. Az emelkedő villany, gáz és üzemanyagárak miatt már most bizonytalan rengeteg intézmény jövője. Két szakmai érdekképviseleti szervezet saját felmérése azt mutatja, hogy a szigorúan vett rezsi emelkedés 4-5-szörös többletkiadást okoz a szociális intézményeknek, melyeket ezek képtelenek kigazdálkodni. Már most ősszel várhatóak ennek sajnálatos eredményei, a szociális szolgáltatások korlátozása, dolgozók elbocsátása, egyes ellátások szüneteltetése, vagy akár teljes megszüntetése. A Mi Hazánk mozgalom teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja ezt. Orbán Viktor szerint senkit nem hagyunk az út szélén, ám a szociális intézmények mellett a falun vagy tanyákon élő segítségre szorulók sem érezhetik ezt valósnak. A kormány ugyanis megfeledkezett arról, hogy a falu és a tanyagondnokok, a segítőszolgálatot ellátók, vagy éppen az utcai szociális munkát végzők sem tudnak hatósági áron üzemanyagot tankolni, hosszú távon így ellehetetlenülnek a munkájukban, nem tudnak eljutni azokhoz, akiknek ez a szolgáltatás, ez a segítség valóban szükséges lenne. Ez pedig az ő veszélyeztetésük mellett a szociális vagy gyermekvédelmi intézmények további hosszú távú megterhelését fogja jelenteni, így rontva a szociális szféra és a gondozottak helyzetét, mint egy öngerjesztő folyamatként. A szociális ellátás állami feladat, amit Európa legtöbb országában, a fenntartótól függetlenül az állam finanszíroz. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy nyilatkozott a legutóbbi kormányinfón, hogy az iskolákat, kórházakat és a szociális intézményeket minden körülmények között nyitva kell tartani. A Mi Hazánk mozgalom követeli a kormánytól, hogy ez ne csak szóban, hanem végre tettekben is nyilvánuljon meg, hiszen már így is elkéstek. Egyeztessenek végre az intézményekkel. Mérjék fel a rezsirendelet hatását a szociális területre, és különítsenek el forrásokat ahhoz, hogy a szociális intézmények és a dolgozók továbbra is tudják a munkájukat végezni. A Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy sem az intézmények, sem a munkavállalók, sem pedig az ellátottak ne kerüljenek a jelenleginél is nagyobb létbizonytalanságba.